Megbízatásom, én akit teljesítem, ha a világok a Daninak feleségük élen. Adják hát ki a mennyasszonyt, tisztességgel kérjük, hogy két szerető szívet eképpen segítsük. Megkapjuk A Felvidék Néptánc Együttes minősítő műsora készül. Ez minden táncegyüttes életében az egyik legnagyobb kihívás, hiszen jelentősen befolyásolja a csoport megítélését szakmai berkeken belül. Ez egy országos minősítő, amire készülünk, és ugye aki itt fellép, szerepel, és valami fajta minősítést kap, azt nem csak itthon, nem csak a megyében, hanem azt az egész országban tudni fogja mindenki, aki ebbe a berkekbe egy kicsit is járatos. Tehát, hogyha mi ezen a minősítőn jól szerepelünk, akkor ez egy országosan elismert minősítés lesz. Egy érdekes koreográfiával készülünk. Magyarbödi koreográfiával megyünk a minősítőre, és nem is kimondottan lakodalmassal, hanem csak ilyen villanások, visszaemlékezések lesznek, tehát ilyen rövid betétek lesznek, amik utalhatnak a lakodalomra, a konykötésre, a kikérésre, de alapjában a koreográfia az nem egy lakodalmas koreográfia. Az együttes nem bízott semmit a véletlenre. A számhoz vendégkoreográfus segítségét is igénybe vették. Volt egy koreográfus, aki betanította az egész koreográfiát az együttesnek, és akkor mi pedig azt gyakoroltattuk a táncosokkal. Azt gyakoroltuk ki, mert ő nem helyi, hanem Felvidékről jött le, és akkor párszor itt volt, megcsinálta, és akkor miénk volt a feladat, hogy ezt összerakjuk. Az, aki onnan jön abból a közegből, az nem csak azt tanítja meg, mint bárki más, hogy jobb láb után a bal jön, stb. Az apró mozdulatokat, hanem bele tudja vinni azt az ízvilágot is, vagy azt a fűszert, amivel az egész tánc több lesz, és jobban át tudja adni ezt az egészet. Ez nektek segítség vagy nehézség? Ez segítség mindig. Hogyha egy olyan ember jön, aki abból a faluból, vagy annak az embernek a táncát jobban ismerte, vagy a nagyapja volt esetleg, vagy hozzátartozó, és annak a táncát tanítja le, az egészen más, mindig sokkal nagyobb élmény. Haragszik rám a legjobb barátném, ha haragszik, van is oka rája, engem ölel csókol a babája, ha haragszik, van is oka. Dobsa Tamás az, akivel együtt dolgozunk immáron sokadik éve, és ez már a harmadik olyan koreográfiája, amivel minősítőre megyünk, és igazából abszolút rábízzuk. Tehát elmondjuk nagyjából, hogy mik a terveink, hogy gyerekekkel, utánpótlással együtt, hogy melyik táncanyaghoz szeretnénk koreográfiát. Most ugye itt az is speciális volt, hogy ahhoz, hogy valaki a kiváló minősítést megkapja, 30 perces műsorral kell fellépjen. Nekünk ugye nem volt meg a 30 perc, ezért ugye azon is kellett okoskodni, hogy töltsük ki ezt a műsoridőt, úgy, hogy az tényleg autentikus, és ne legyen unalmas a nézők a közönség számára. Tehát a Tomival összedugtuk a fejünket, és abszolút az ő kreativitására bíztuk magunkat, és úgy gondolom, hogy most is jót alkotott. Abszolút húzóerő. Én szerintem az utánpótláson az, hogyha azt látják, hogy van egy olyan együttes, hogyha felnőnek majd a gyerekek, akkor ahova be tudnak kerülni, az az együttes, az milyen szinten van, és ezt látják előre, akkor az számít sokat. Most már másfél éve járunk ide feleségemmel, és hát amikor először megkerestek, akkor
végig gondoltuk, meg elmondták, hogy mi itt a helyzet, és egy jó kihívásnak tűnt egy ilyen gyerekcsoporthoz eljönni, pláne egy ilyen hagyományőrző együtteshez, és azóta is szeretünk ide járni, mert megszerettük a csoportot, úgyhogy abszolút, abszolút szeretünk ide jönni. Rengeteg munka van ebbe az utánpótlás csoport részéről, a felnőtt csoport részéről, és ugye nem utolsó sorban sok áldozat ez a szülők részéről is. Tehát az, hogy egy ilyen műsor összeálljon, az rengeteg lemondást, rengeteg energiát, rengeteg munkát követel. Meghatározó dolog ez minden néptánc csoport életében. Ugye több szövetség létezik az országban. Mi a Muharai Elemér Népművészeti Szövetség tagjai vagyunk, és ezt a Muharai Szövetség írja ki, ezt az országos minősítést. De aki itt jól szerepel, azt ugye, hát egyrészt a szövetség által megismerhetik a szakemberek, a laikusok is. Ugye lehetőség nyílik a bemutatókra, megmutatkozni több helyen, mert azért a kiváló csoportoknak teremtenek alkalmat arra, hogy a nívós produkciókat nívósabb helyeken, ezt csúnya így mondani, de hogy olyan helyeken, hogy Hagyományok háza, Szentendrei Skanzen, tehát tényleg egy olyan helyen megmutatkozhatnak, ahol egyébként nem biztos, hogy a hétköznapokban eljutnának.